Köszöntöm Önöket, ez a Color TV híradója november 14-én csütörtökön. Jó estét kívánok! Híradónk elején nézzük a legfontosabbakat röviden. Megújult a Rózsaúti rendelő, visszaköltözött régi helyére. Hétköznap meleg ebéd és több éjjeli férőhely. Elkezdődött a krízis időszak. Klímaváltozás és egyszerre előregedett fák gondot jelentenek Kazincbarcikán. Visszaköltözött régi helyére a kívülbelül megújult Rózsaúti rendelő. Az elmúlt időszakban új cserepeket kapott, és megújult a ház teljes tetőszerkezete, amelyre napelemek is kerültek, elkészült az energetikai korszerűsítés, új nyilászárok kerültek a régiek helyére, és a kerítés is modern külsőt kapott. Fél éven belül egy újabb eszköz és bútor beszerzés is lesz, amikortól új orvosi műszerek mellett például új várótermés székek is érkeznek majd a rendelőbe. November 14-én megtörténik a visszaköltöztetésünk. Holnap, november 15-én még délután fogunk rendelni, hogyha valami probléma fölmerülne, az délt orvosolni tudjuk, és akkor jövő héten, 18-a hétfőtől a réges-régi megszokott rendszerben fogunk újra rendelni, azaz hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt, kedden, csütörtökön pedig délután. Jövő héten megkezdődik a Tulipán utcában az ivóvízvezetékek rekonstrukciója. Harda Attila önkormányzati képviselő híradónknak elmondta, a meglévő vezetéket kell kicserélni, mivel az itt lakók gyakran tapasztaltak hibákat és akadozó vízellátást. Az ERV ZRT-vel közösen sikerült tető alá hozni a projektet, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. Jövő héten elkezdődnek a munkálatok a Tulipán utcában. A kivitelezők igyekeznek gyorsan végezni. Az itt lakók már nagyon várták ezt a korszerűsítést, mivel gyakran tapasztaltak akadozó vízellátást és rossz víznyomást. A csővezeték cserével a vízminőség is javulni fog, azért ez is egy hatalmas előny számunkra. És nem utolsó sorban az is, hogy a vízhatékonyság is, tehát azért a víznyomás sem annyira jó tapasztalataink szerint, azért ez is meg fog oldódni ez a probléma, illetve információim szerint majd a későbbiekben ugye az aszfaltozásra is sor kerül, ami amiatt nagyon jó, mert ha itt jelentősebb csapadék esik, akkor a vízelvezetés az nagyon sok gondot okoz az itt lakóknak. A lakók számára az ivóvízellátás végig biztosított lesz, mivel a régi vezeték ideiglenes vezetékként fog működni az új vezeték kiépítése idején. A munkaárkokat ki fogják alakítani, és a meglévő vízvezeték lesz tulajdonképpen az ideiglenes vezeték, ahonnan a lakosság vizet fog kapni, és akkor mellette fogják kiépíteni az új vezeték szakaszt, és akkor így fogják ellátni, hiszen már a provizorikus vezetéket ilyen idővel nem lehet kihagyni a szabadba, megfagyna, úgyhogy ezért a régi vezeték lesz a provizorikus vezeték, és az új vezetéket mellé fogják fektetni, ami az utat is érinteni fogja. A rekonstrukció során a közlekedés nehézkesebb lesz, de a cél nemes. A lakók életminőségének javítása, közölte Harda Attila. November 18-ától hétfőtől a Tulipán utca kizárólag az ott lakók számára lesz megközelíthető, de a kivitelezés ideje alatt a Hóvirág utcáról a Bartók Béla utcára történő kihajtás is engedélyezett lesz. A tájékoztatás szerint az ivóvízvezeték rekonstrukciót követően az aszfaltozásra várhatóan tavasszal kerülhet sor az időjárási körülmények miatt. Felkészültek a tavaszig tartó krízis időszakra a hajléktalanokat ellátó intézmények Kazincbarcikán. Minden hétköznapon többek között egy tál melegételt biztosítanak a nappali melegedőben, az éjszakai szállás kapacitását pedig megnövelték. Az éjjeli menedék helyett és a nappali melegedő szolgáltatásait is egyre többen veszik igénybe, amint beköszönt a hűvösebb idő. Spagetti, sertéshús és zöldségek. Ez a mai menü a nappali melegedőben. Van, aki melegen fogyasztja el, és van, aki későbbre tartogatja. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ munkatársai a krízis időszakban még fokozottabban figyelnek a hajléktalan emberekre. A krízis időszak minden év november 1-től következő év április 30-áig tart. Ebben az időszakban az éjjeli menedékhely
létszámát az eddigi 65 férőhelyről a krízis időszak, illetve a vörös kód miatt további 10 férőhelyre, 75 férőhelyre növeljük. Ezáltal lehetőséget biztosítunk minden olyan rászorulónak, aki igénybe kívánja venni az ellátásainkat. Hétköznaponként 60 adag meleg ételt biztosítanak ebben az időszakban a rászorulóknak, akik emellett hideg élelmet is kapnak, segítenek nekik ügyeik intézésében, vagy csak pihenhetnek, olvashatnak, tévét nézhetnek. A hajléktalanoknak és a rászorulóknak több civil szervezet is szervez gyűjtést, így karácsonyig többek között a Magyar Élelmiszerbank Egyesület is kitelepül Kazincbarcikai nagyáruháza környékére, ahol tartós élelmiszereket gyűjtenek majd rászoruló családoknak és nehéz sorsú embereknek. Kazincbarcika zöld területeinek állapota különösen fontos kérdés a városlakók számára. Az őszi időszakban a fák állapota kiemelt figyelmet kap, mivel ilyenkor derül fény azokra a problémákra, amelyek később komoly veszélyt jelenthetnek. Molnár Péter főkertész a Háttér Extra című magazin műsorban elmondta, soha nem vágnak ki fákat alapos indok nélkül, és mindig a fák életkora, valamint állapota indokolja az eltávolítást. Az őszi időszak nem csak a faültetések, hanem a fakivágások szempontjából is kiemelten fontos Kazincbarcikán. Molnár Péter elmondta, hogy sok fa egy időben öregedett meg, mivel 60 évvel ezelőtt ültették azokat. Ezek a fák, különösen a juharok már veszélyt jelenthetnek a városlakókra, mivel törzseik hosszúak és gyengék, ezért megpróbálják kicserélni más fafajokra. Ez a különbség a kemény meg a puha fák között, hogy azon az élettartamuk ilyen 200 év körül van, tőhögybük, stb. Míg a utcai fák, azok kimondott, amik itt vannak, ezek a juharok, azok kimondottan ilyen rövid időre tervezettek. És ez most járt le zöld idő egyszerre. A szakember hozzátette, számos gyümölcs fa, mint például a szilvafák magról keltek, ami vonzza a darazsakat és kellemetlen alkoholszagúvá válik a környezetük. Az ecetfák szintén invazív fajok, amelyek repülő terméseikkel terjesztik magukat és veszélyeztetik az őshonos növényeket. Molnár Péter hangsúlyozta, hogy a fakivágás célja mindig a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása, és sohasem alapos indok nélkül történik. Szóval a fák nem úgy halnak meg, hogy mind az emberek, hanem lassan, de sajnos lássuk be, hogy az ő életük is véges. És én mindig elmondom, amikor találkozok valakivel, hogy miért kell kivágni pont most. Azért mondom, hogy 10 évig be lehet tudom gajazgatni, de ha most kivágjuk és ültetünk helyé másik fát, megspórolunk 10 évet, szóval 10 év múlva a helyettes fa az már egy számottevő fajjed lesz. Holott ha nem ezt tesszük, akkor 10 évig ott vacakulunk még ezzel a fával. A cél, hogy olyan fafajokat ültessünk, amelyek jobban alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz, mint például az ezüsthárs, tette hozzá a főkertész. Emellett a város zöld területeinek állapota vegyes képet mutat. A völgypark világszínvonalú szinten áll, azonban a főtér felső részén még sok teendő van. A klímaváltozás és a hosszú, száraz nyarak miatt számos növény nehezen bírja az időjárás változásait, ami új kihívások elé állítja a kertészeket. Kazincbarcika jövőbeli tervei között szerepel a zöld területek további bővítése és fejlesztése, a vegyes növényállományok telepítése. Molnár Péter kiemelte, hogy a közösség bevonása és a kommunikáció kulcsfontosságú, hogy mindenki megértse a fakivágások szükségességét és a város zöldítési terveinek céljait. Alkalmi kiállítást mutatott be a kazincbarcikai goblen öltögetők körekkel délelőtt. A vegyes tematikájú bemutatóra az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Tagjait hívták meg. A vendégek számára a goblen megtekintése után meglepetéssel is készültek. Neszádeli Gyula papírműves közreműködésével több kézműves technikát tanulhattak meg, a közös alkotás után pedig ajándékkal térhettek haza. Vegyes tematikájú kiállítással várták vendégeiket a kazincbarcikai goblen öltögetők körének tagjai. A kiállítást a Mezei István Művészeti Központ tükörtermében tartották meg, ahol Kazincbarcika város látképeiről, illetve magyarországi kastélyokról, valamint 19.-20. századi életképekről készített goblen képeket állítottak ki. 14 éve alakultunk, amikor nyugdíjba mentem, akkor volt egy olyan elképzelésem, hogy valami
nagyot kellene még alkotni. És az édesanyám goblenezett, én végül is otthon láttam ezt a művészeti technikát, de nem ő tanított meg, hanem egy véletlennek köszönhetően csodálkoztam rá a rövidárú boltba a festett goblenekre, és akkor határoztam el, hogy na ez az, amit én szeretnék csinálni. De akkor mindjárt párhuzamosan jött nekem az ötlet, hogy nem elég varni, meg kell találnom azokat a társakat a városba, akik gobleneznek, és össze kell őket fogni. A tárlat egyik legnagyobb méretű goblen képén az edelényi kastélyt láthattuk, amelyet az öltögetők legfiatalabb tagja készítette el. Az edelényi kastélyba is kiállították ezt a képet. 145.800 öltést tartalmaz. 6 hónap alatt vartam ki, napi 6 órát ülök és hímzek. Nagyon szeretek hímezni. A körvezetője tárlat bemutatója alatt mesélt az alkotások témáiról, korábbi kiállításaikról és arról, hogy melyek a munkafolyamat lépései. Méltatta a csapata minden alkotóját és megérezte, hogy ugyan alacsony létszámban vannak, de minden szakkörtársában megvan az a kitartás, térlátás, jó színlátás és tehetség, ami elengedhetetlen a közös, sikeres munkához. Egy nagyon egyedi tárlatvezetéssel egybekötött kiállítás részesei lehettünk. Hihetetlenül aprólékos, alázattal teli munkák vannak a vásznakon, és olyan fantasztikus elhivatottsággal beszélt Piroska és az összes tagja a körnek arról a munkáról, amit ők minden nap, vagy itt szabadidejük jelentős részében végeznek, ami csodálatra méltó, és nagyon hálásak vagyunk annak, hogy ekkora szeretettel és hozzáértéssel fogadtak minket. A bemutatót közös alkotás követte, ahol Neszáderi Gyula vezetésével többféle technikát tanulhattak és próbálhattak ki a résztvevők. Számomra öröm, hogyha a hobbimat én tovább adhatom, főleg, hogyha látom a szemeken az érdeklődést, a csillogást, mert én azért vagyok itt, hogy ezeket átadjam és megmutassam. Perforálással és dekoratív lyukasztással mindenki képeslapot készítetett magának. Így senki sem távozott a programról üres kézzel. Az idei szüreti felvonuláson a székhelyi óvoda jelmezeseit értékelte a legjobbnak a zsűri, így ők vehették át a fődíjat is, amely nem volt más, mint egy délelőtt a Smile Home játszóházban. A gyerekek már éltek is a kínálkozó lehetőséggel, élményekkel teli órákat tölthettek ott, ahol minden róluk nekik szól. Hatalmas tér, rengeteg új játék, lehetőség szerepjátékokra és egy dühöngő. Minden gyermek álma az, hogy játszóházba vigyék. Ez a lehetőség adatott meg a székhelyi óvoda egyik csoportjának, akik a szüreti felvonuláson az alma köré építették koncepciójukat. Elképzelésük akkora siker lett, hogy a zsűri őket hozta ki első helyezettnek. Hölgyeim és uraim, a 2024-es szüreti vigalmon a jelmezverseny győztese... Kis csendet, mondanám, doppergés? Vagy doppergés. A székhely óvoda. A győztesek nyereménye volt egy játszóházi délelőtt, amelyet a napokban használtak ki a székhely óvodások. Nagyon boldogok voltunk, hogy újra elnyerhettük ezt a díjat, hiszen az elmúlt évben is mi nyertük el ezt a különleges díjat. És hogy eljöhettünk ide ebbe a játszóházba, köszönjük szépen a felajánlást. Nagyon örülünk neki, mert minden korosztály megtalálja itt magának a megfelelő játékot. Most is több korosztály van itt velünk, hiszen vegyes életkorú gyerekek járnak az óvodába, úgyhogy a 3 évestől a 6 éves korig minden korosztály megtalálható most itt. Szerepjátékokat játszhatnak, mozgásos játékok vannak, trambulin, úgyhogy minden. A nyereményt egy kazincbarcikai játszóház tulajdonosa ajánlotta föl, aki szülőként gondolta úgy, hogy a gyermeknek a legnagyobb ajándék az, ha játszhat. Tovább gondolva pedig, ha olyan játékokkal teheti mindezt, amelyek nincsenek még otthon sem. Mert ugye nem minden gyereknek van otthon gyerekszobája, nem minden gyereknek vannak otthon megfelelő és mennyiségű játékai. És innentől kezdve az volt a fő motiváció, hogy igazából egy kicsit nagyobb gyerekszobát varázsoljunk ide, úgyhogy ezért vannak a szerepjátékok, kicsit nagyobban, hogy a szülők és a gyerekek együtt is tudjanak benne játszani. Lejövök, hete! Az újszerű élményekben pedig nem volt hiány.
A kisfiúk a piacon árultak, pénztárgépet és pénzt kezeltek, de a lányok is megrohamozták a dühöngőt, ahol biztonságos körülmények között égették el fölös energiájukat, és próbálhatták ki az összes számukra új játékot a nekik kialakított Mosoly szigetén. Vasárnap hazai pályán aratott magabiztos győzelmet a Kolozs City Kazincz Barcika SC a Budapest Honvéd ellen, a Merkantil Bankliga 13. fordulójában. A találkozó elején a kék-sárgák már a második percben vezetést szereztek Herjedki Kristóf révén, majd Pető Bence 5 perccel később tovább növelte az előnyt. Az eredmény a meccs végéig nem változott, így a Kazincz Barcika 2-0-ás győzelemmel zárta a mérkőzést. Ezzel a sikerrel a Kazincz Barcika átvette a vezetést a tabellán, megelőzve a Kisvárda csapatát. A következő mérkőzésükre november 24-én kerül sor Mezőkövesben, ahol a tabella 12. helyén álló csapattal mérkőznek meg. Szerintem erőn felül teljesít ez a gárda. Tehát az, hogy 13 forduló után is tudom, hogy a Kisvárda még nem játszott, de a legtöbb gólt szerezve, a második legkevesebb gólt kapva, az első helyen áll a csapat, az szerintem az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény, úgyhogy le a kalappal előttük. Most nagyon jól fog jönni ez a kis pihenő, hiszen nem túl nagy a keretünk, hogyha mondhatom így. Tehát kevesen vagyunk, és kelleni fog most ez, hogy az utolsó két fordulatére úgy tudjunk belemenni, hogy megpróbáljunk minél több pontot gyűjteni ezen a hátrajövő két mérkőzésen. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megújult a Rózsa úti rendelő, visszaköltözött régi helyére. Hétköznap meleg ebéd és több éjjeli férőhely, elkezdődött a krízis időszak. Klímaváltozás és egyszerre előregedett fák gondot jelentenek Kazincz Barcikán. Kedves nézőink, ez volt a Color TV híradója. Friss hírekkel egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Híreinket megtalálják és újra nézhetik a Color Line-on és YouTube csatornánkon. Észrevételeiket írják meg nekünk a szerkesztőség@barcikaart.hu címre. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorvezető frizurájáról a Victoria Salon gondoskodott. Műsorvezetőnket a Csilla Diva öltöztette.